Szeptember közepétől folyamatosan növekszik az igazoltan koronavírusos betegek száma Sátoraljaújhelyen, ez pedig az intézmények, cégek életében is további intézkedéseket hoz magával. A védekezés első időszakában kipróbált szabályokat veszik elő sok helyen, így például a polgármesteri hivatalban is, ahol csökkentett ügyfélszolgálati időben fogadják személyesen a lakosságot. Ez azt jelenti, hogy hétfőn és pénteken délelőtt 8 és 10 óra között, szerdán délután 3:30 és 5 között nyit ki az ügyféltér. A cél, hogy megvédjék a hivatal munkatársait a betegségtől, hiszen csak így tudják zökkenőmentesen biztosítani a munkát itt is. Éppen ezért arra kérem az ügyfeleket, hogy lehetőség szerint a személyes kontaktus nélküli kapcsolatfelvételt helyezzék előtérbe. Az aulában továbbra is elérhető az a láda, amelyben a írásbeli papíralapú kérelmeket fogadjuk. Fontos, hogy az ügyfelek ismerjék és használják jól az internet adta lehetőségeket. Vírushelyzetben ez egy kifejezetten jó kapcsolattartási megoldás. Az ügyintézéshez továbbra is elérhetők a hivatal aulájában kihelyezett postaládák, ahová a kérvényeket adhatják le az itt élők, de elektronikusan és telefonon is kérhetnek információt a hivatal dolgozóitól. Az egyes osztályok elérhetőségei hamarosan főhelyre kerülnek a város honlapján. Megújítjuk a telefonos menüt is. Ezt aként tesszük, hogy nem alkalmazunk a telefonos menü tekintetében hosszas bevezető tájékoztató szöveget, hanem ha és amennyiben valaki ismeri a mellékszámát, akkor a kezelő azonnal kapcsolja, illetve a honlap főoldalán az elkövetkezendőkben a főbb elérhetőségeinket, az ügyintézői mellékeket közzétesszük. A hivatal járványügyi szabályozását is tovább szigorították, így az egyes osztályok kommunikációjában a telefonos és elektronikus kapcsolattartást kérte a jegyző a dolgozóitól, így egy esetleges megbetegedés után a kontaktkutatásban is könnyebb az eljárás, ha a találkozás az egyes munkaterületeken dolgozók között ritkább.